Gyújtsuk fel a G20-at felirat az épületen. Hangos beszélőn pedig a rendőrök próbálták csillapítani a kedélyeket vízágyúzás közben. Általános ostromállapot, lángoló konténerek, valódi háborús övezetre hasonlítottak a német város utcái. Törtek, zúztak a tüntetők, teljes káosz alakult ki. A tiltakozók gépkocsikat gyűjtöttek fel, molotov koktéllal dobáltak meg egy rendőrőrsöt, valamint rendőrségi autókat gyűjtöttek fel. Még szombaton is nagy volt a rendőri készültség, még soha nem tapasztaltak ilyen mértékű gyűlöletet és erőszakot, mondta a hatósági szóvívő. Angela Merkel elítélte és elfogadhatatlannak nevezte az erőszakot. Hozzátette, megérti a békés tüntetéseket, de az erőszakos tiltakozások emberéleteket veszélyeztetnek. Mintegy 20 000 rendőrt vezényeltek a kikötővárosba a rend fenntartására az ország minden részéből. 100-nál is több tüntetőt vettek őrizetbe, néhányuk ellen letartóztatási parancsot is kiadtak. Ők most vizsgálati fogságban vannak. Az utcai rendbontás azonban nem zavarta meg a világ legfejlettebb országai tömörítő tanácskozást. A csúcson megállapodtak egy közös nyilatkozat vázlatában, csak a klímaváltozásra vonatkozó részt illetően nincs egyetértés, közölték Európai Uniós tisztségviselők, hozzátéve, hogy szerintük ebben a témában is várhatóan lesz megállapodás. A klímaváltozással kapcsolatban azért van nézeteltérés, mert az Egyesült Államok ragaszkodik ahhoz, hogy legyen benne utalás a fosszilis energiahordozókra, mondta egy meg nem nevezett tisztségviselő egy hírügynökség szerint. Egyes források viszont azt jelentették, hogy a résztvevők tettek némi engedményt az amerikai elnöknek a nyilatkozat szövegében való megállapodás érdekében, így elismerték, hogy a kereskedelmet védő bizonyos intézkedésekre szükség lehet.